ráadásul sok. Mert hogy elég régen volt az, hogy mi itt valamikor megjelentünk. Én például 73 őszén, miután leszereltem a vásárhelyi továbbképző tanfolyamról, akkor kicsit lekéstük, tehát az én csapatom már lekéste egy kicsit a nyitást, mert a tavasz folyamán tologatták itt Talicskába a többiek a elég jelentős mennyiségű hulladékot, úgyhogy mi egy kicsit a kézbe ültünk bele, ha úgy tetszik, de nagy gyilkolás volt, hogy ki az, aki még tud két jegyűnél nem nagyobb számú több igazolványt szerezni. Személyesen ismertem a kettes számú igazolványnak a tulajdonosát, aki nekem valamikor osztálytársam volt, és ő volt az ember, aki a sor végén megy be, és a sor elején jön ki. Hát szerintem nem szolgáltam meg azt, hogy az övé legyen, de valahogy az övé lett. Tehát például gyakorlatilag a megnyitásától kezdve én úgy gondolom, hogy az akkori a te, hát nem is tudom, hogy minek lehet nevezni, hiszen ez volt voltaképpen a hallgató életnek a középpontja. Olyannyira, hogy ide beszaladtunk időnként két óra között is. Én emlékszem arra, hogy politikai gazdaságtan zárt helyét ide készültünk, és egy kiváló barátommal, aki később elég sokat időt töltött a klubban, mert ő volt a bővőse a Sipotmondának. Bejöttünk ide, és azt mondta, hogy nagyon coolnak akartunk nyilván látszani egy egymás előtt is, és ezért azt mondta, hogy a legjobb szerinte az áthely előtt egy fél umot megnyitni. Ezt megtettük, csak az oktatónak volt az a rossz tulajdonsága, hogy így járkált a padok között, és megnézte, hogy mit írunk. És olyankor így kellett csinálni, mert azért az odőrje a félelem elterelőnek az a vérjegyződött. De nem csak és nem elsősorban szamárságok történtek itt. Az igazi emlékeim persze ahhoz fűznek, amilyen kulturális események voltak itt. Igazából azt gondolom, hogy az akkori időknek minden rossz tulajdonsága mellett volt egy jó összekötő kapcsolat. Ma is néha hiányzik egy jó közös ellenség. Az azért úgy összekovácsol közösségeket. Itt volt jó közös ellenség, és akik ide jöttek, azok úgy voltak, hogy hát mi azért majdnem lázadunk. Valamilyen szinten tulajdonképpen lázadtunk is. És nagy élvezettel hallgattuk, néztük azokat az előadókat, akik maguk is általában a acélgyörgyi 3T között egyensúlyoztak valahol, de nem a Jobbik oldalon, hanem a tűrt és a tiltott között. Sok mindenkire vissza tudnék emlékezni. Nekem személyesen gyengém is egy kicsit Sándor György, akinek a humora szerintem azóta is utolérhetetlen. Hogy mindjárt idézem tőle, hogy az élet az tragikus, ma még itt vagyunk, meg holnap is. Tehát egy sereg előadó volt itt, aki itt kezdett, vagy rendszeresen ide járt. Nagybandó, emlékszem a rajzos műsoraira, Cseh Tamás rendszeresen itt volt. És ami nagyon fontos, itt voltak azok a rendezvények is, események is, amelyet a JATE csapatai csináltak. Hát nem ezek között nyilván első helyen talán a pálisti féle egyetemi színpadot említeném, de azért hasonló módon itt volt a táncházak, például az előbb már megetett Sipotmonda zenét, akik csupa jobb sorsra érdemes TTK-s hallgatók voltak, két matematikus, egy fizikusként. Hozzáteszem, párféle színházat azt nem akarom reklámozni, de az ezek a srácok is, ezek elkezdtek zenélni a társoportnak, aztán később megszerezték a népművészet mestere címet, úgyhogy ők utána kvázi hivatásos zenészek lettek, úgy mellékesen. És hát azért térek vissza erre a kontinuumhoz, mert ez mutatja azt, hogy mit jelentett annak idején a JATE Klub. Ide lehetett jönni, ott a kinn a folyosón általában egy csomó kiállítás volt, fotokiállítástól kezdve festményekből rendezett kiállítás. A nagy teremben felejtetve esték voltak,
nagyon gyakran olyan szereplőktől, akik akkor nagy helyen nem léptettek föl, sőt, hát kicsit úgy borzongva találgattuk, hogy vajon most, amikor kimennek az állomásra, akkor várja-e őket ott a rendőrség, vagy nem. De emellett egy csomó öntevékeny csoport volt, akik szintén a közülünk, a mieink közül elbúválódtak. Úgyhogy ez tényleg jó, persze lehetett itt kapni szesztit, de az egy elég mellékes dolog volt. Itt az volt a fontos, hogy találkoztunk egymással, hát ugye az akkori ATE teljes létszáma azért most szerintem van legalább két karunk, inkább három, aminek a kari létszáma nagyobb, mint a ATE teljes létszáma volt annak idején. Tehát nyilván ennek volt egy ilyen szempontból egy másfajta feelingje, de ugyanakkor nagyon fontos volt az, hogy itt a különböző karokhoz tartozó emberek találkoztak egymással, ha csak a bölcsész karról fölidézek két, talán nem tagadják, ha azt mondom, hogy barátomat annak idején, amúgy meg koszovós költők lettek, Géczi János és Zalán Tibor. Ővelük elég, hát valószínűleg egy nagyobb acska csecsemőt meg lehet hűtetni abban a sör mennyiségben, amit mi megittünk a folyosón. Tehát ez valahogy a miénk volt, és ráadásul valami jobb dolgot szolgált. Úgy volt a miénk, hogy nem bulik is voltak, de én nem arra emlékszem. Én nem arra emlékszem, hogy a X milyen jó buli volt, arra emlékszem, hogy milyen volt adott esetben a Cseh Tamásnak a lényegében ős bemutatója. Úgyhogy én sajnos nem vagyok benne biztos, ezt épp az előbb mondtam kancellárasszonynak, nem vagyok benne biztos, hogy az hozzám hasonló dinoszauruszokon kívül másban van-e még igény arra, hogy a Jate Klub az legyen, vagy hasonló legyen ahhoz, ami volt. Azt nem gondolom egyébként, hogy egy újabb szórakozó helyet Szegeden érdemes fenntartani. Tehát én azt gondolom, hogy a Jate Klubnak addig van értelme, és addig jó, hogyha meg lehet csinálni azt, hogy olyan programok, műsorok lesznek itt, amiért azok jönnek el elsősorban, akik esetleg szeretnének egy kicsit többet elvinni az egyetemből, akik nem diplomásnak készülnek pusztán, hanem értelmiséginek. Nagyon örülök annak egyébként, hogy azt is most tudtam meg az előbb, hogy tulajdonképpen a lényegi megnyitó az éppen a kulturális fesztivál napján lesz. Na ez az én szememben a méltó pillanat, tehát ha újra akarja valaki nyitni a Jate Klubot, akkor nagyon helyes, hogyha azt a kulturális fesztivál kezdetén teszi meg, mert ezt remélem, hogy biztos, hogy azt úgy nem lehet, meg nem is hiszem, hogy kellene újra teremteni, ami volt, de az, hogy a Jate Klub az ne szórakozó hely legyen, hanem egy olyan hely, ahova olyan rendezvényekre, eseményekre jönnek el az egyetemi polgárok, amelyeket később majd még vissza tudnak idézni, illetve azt külön fontosnak tartanám, hogy az egyetem mai méreténél még nagyobb szükség van arra, hogy a különböző karokra került hallgatók találkozzanak egymással, hiszen a méret miatt még inkább önállóvá, ilyen szempontból önállóvá váltak érthető módon a karok. És én úgy gondolom, hogy a hallgatóknak is érezniük kell azt, amit szerintem néhányan érzünk, hogy a Szegedi Egyetem az attól olyan, amilyen, hogy ezek a karai vannak, és itt minden kar azonos módon fontos. Múltkorában hallottam egy polémiát arról, hogy kell-e a bölcsészkar, nem itt, egy másik egyetemen. Én azt gondolom, hogy bölcsészkar nélkül nem STA, az STA. Aztán, hogy ez pontosan hogy működik, ez egy másik történet. Én úgy gondolom, hogy itt a hallgatóink számára meg kell próbálnunk kultúrát és civilizációt mutatni, amellett, hogy valamilyen szakmát is megtanulnak. Én remélem azt, hogy a újrainduló Jate Klub, vagy most igazán beinduló Jate Klub, az ezt majd szolgálni fogja. Köszönöm mindenkit, a sajtó képviselőit különösen. Én megmondom őszintén, hogy mindig egy második előadónak lenni mindig egy elgondolkodtató, hiszen egy ilyen kiváló stand-up show után, amikor
magát a kérdést, a problémát így felvetették, vagy feladatot, inkább így mondanám, és egy kiváló ismertetés, gazdasági ismertetés előtt, úgy nagyon nehéz megtalálni azt a köztes információt, ami talán érdekli a tisztelt jelenlevőket. Először is én azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy mégiscsak a második lehetek, hiszen egy olyan ember tudta a beszédet elmondani, aki részt vett ebbe a folyamatba, ellentétben velem. Hiszen nem azért, mert az összes egyetemi időmet itt 83, és éppen most volt a 40 éves érettségi évfordulom, azért tudom pontosan, és 90 között, 89 között azt csak a tanulással és a vizsgára készüléssel töltöttem, hanem azért, mert én a Szoteklubba jártam. Azért ezt el kell mondani, és ezt mindenki, aki a Szoteklubba járt, azt tudja, hogy az jobb volt. Csak most... Tehát nyilvánvaló. Tehát azért azt mindenképpen tudni kell, hogy azért érzem ezt a hangulatot, meg ismerem, meg nagyon sokat voltam itt természetesen, ez csak egy ilyen vicces dolog volt, és nagyon jó látni, hogy a szervezők pontosan berakták azokat a videókat nagyjából, amit akkor láttunk, gondolom ez nem véletlen, és úgy gondolom, hogy pont ezt a hangulatot szeretnék visszaadni, ezt a közösségi érzést, amiről elnök úr beszél. Én nem nagyon beszélnék sokat ezzel kapcsolatban, hiszen én inkább tanácsokat adnék a tisztelt szervezőknek. Itt láttam, hogy itt mi történik itt mellett közben. Én azt javasolnám, hogy először is le kell árnyékolni ezt a pincét, úgyhogy itt mobiltelefonnal semmilyen aktivitást el lehessen elvégezni. Hiszen szerintem az, hogy itt valódi közösségi élmény legyen, egy közösségi tér alakuljon ki, talán el kellene felejteni azt a, nem tudom, hogy most milyen generáció van éppen Z, vagy W, vagy nem tudom mi most a... mi ott van. Tehát azt a tényt, hogy egymással, egymás mellett SMS-be és Facebookon, meg nem tudom mik vannak még, kommunikálnak, az szerintem ezzel a klubban lehet például áttörni ezen a falon. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült megcsinálni, hiszen végigkövettem már ennek a kialakulását. Voltam nagyon jó koncerteken. Meg kell, hogy mondjam, hogy itt találkoztam az egyik kedvenc együttesemmel, a Supernemmel is személyesen, és nagyon örülök, hogy igen magas szintű program tervezők, ajánlók lesznek a háttérben, akik tényleg biztosítani fogják azt, hogy tényleg egy országos szintű programban tudjon ez a klub visszatérni arra a színvonalra, amiből sajnos itt az utóbbi években hátrébb kellett lépnie. Én nagyon sok sikert kívánok ez a klubhoz, és csak annyit szeretnék mondani, hogyha már Supernemnél voltam, hogy most itt a márciust érzem a januártam. Én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és azt gondolom, hogy szerintem semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a Szotek klub és a Jatek klub mellett azért a Közgáz klub volt. Ahol én nekem sikerült rengeteg kultúrát magamba szívnom, ahogy ugye feltehetőleg itt is történt ezekben az időkben. Komolyra fordítva a szót, hogy azt gondoltuk, amikor újraindítottuk a klubot, hogy azért az elmúlt évek nem voltak nagyon dicsőségesek. És olyan klubot szerettünk volna, ami amellett, hogy azt a, hát nem is tudom, érzést, buli hangulatot, közösséget megteremti, amiről elnök úr, rektor úr beszélt, és aztán mindannyian emlékszünk egyetemi éveinkből, ki itt, ki ott. Emellett meg tudjuk azt tenni, hogy legyen egy hely az egyetemistáknak, a hallgatóknak, a diákoknak, ahol valóban bármikor lehetnek napközben, ahol kapnak egy kávét, egy szendvicset, és tulajdonképpen együtt lehetnek. Tehát ezeket a közösségi helyeket szeretnénk minél jobban kitágítani az egyetemen, és azt gondolom, hogy az mindenképpen nekünk felelősségünk is, hogy az értékeket megőrizzük. Akár épületben, akár szellemiségben, tehát nem nosztalgiázni akarunk, hanem az értékeket megőrizni, és arra építve újabb értékeket is teremteni. És a Szoteklubra visszatérve,
pont nem olyan régen a hallgatói önkormányzat elnök urával beszélgettünk, és én föltettem neki a kérdést, hogy tulajdonképpen a Szotekluppal van-e valamiféle szándéka az egyetemi diákságnak, tehát azért azt gondolom, hogy nem kizárt az, hogy még Szoteklub is lesz ebben a városban. Én nekem az elvárásom, miután itt van egy remek üzemeltető, aki már több egyetemi vendéglátó helyet köz megelégedéssel üzemeltet, hogy ez itt is így lesz, és a diákok tulajdonképpen élvezni fogják ezt, ugyanúgy, ahogy elnök úr ezelőtt 10-15 évvel. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak, és jó szórakozást kívánok! Rektor úr, tisztelt kancellárasszony, tisztelt megjelentek, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a megújult klubban. Körbejárásunkat kezdjük is itt rögtön a kávézó része. Ahogy kancellárasszony is és a többiek is elmondták, hogy a Jate Klub nem csak az éjszakai életszínre, hanem napközben is a közösségi és kulturális élet helyszíne lesz. Így napközben 10 órától kávézóként fog üzemelni, 2-től szombatig üzemel kávézóként, az éjszakai életnek pedig szerdától szombatig lesz a helyszíne. Itt a kávézó részen, ahogy látható, az új dizájn fővonala a kopárt stílus lett. Dizájnban új lett, hogy egy kicsit új hangulatot kapjon, viszont a helynek a kialakítása megőrizte régi szellemiségét. És akkor tegyük egy kört itt a folyosón. Válfával rendelkezünk, hogy egészen nagy rendezvények esetén is mindenki kényelmesen elférjen, még a téli időszakban is. Nagyon lehet. Pontosan tökéletes állapotban legyen, így a rendezvények során végig lesz egy takarító szolgálat. Az éjszakai életnek, de nem csak bulik lesznek itt, hanem mindenféle kulturális, közösségi és könnyűzenei programoknak is helyszínt fog adni. Csütörtökön lesz az első. Csütörtökön az egyetem frissen felvett hallgatóinak fogunk kedvezni, így csütörtökön egy STE gulya buli lesz. Pénteken pedig a nemzetközi hallgatók számára lesz egy International Semester Opening Party, és a nyitóhetet pedig a szombati bulival fogjuk zárni.